Köszöntöm Önöket! A mai Együtt magazinban szó lesz a több generációs együttélésről és arról, hogy a mai fiatalok hamarabb elhagyják a családi fészket. Ezt követően pedig egy különleges kézműves technikával ismerkedünk meg, a foltvarrással. Kölcsönös segítségnyújtás, nagyobb érzelmi kötődés, vagy éppen konfliktusok, harag. A több generációs együttélés lehetőség és problémaforrás is egyben. Csiki Anna kineziológussal Kiss Dávid Reni kolléganőnk beszélgetett. Költözzünk össze egy jó nagy házba, mind azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős a Padödőnek ez a népszerű slágere, és az a fajta együttélés, ami ezt akarja, azt a több generációs együttélést, amikor egy légtérben, egy házban, egy környezetben éltek nagyszüleink, szüleinkkel, vagy akár a dédszülőkkel. Ez azért egy régebbi felállása a klasszikus családoknak, az együttlakásának. Most azonban a fiatalok inkább már szeretnek függetlenek lenni, elszeparálódni a szülőktől, külön lakásban élni. Hát ezzel fogunk most foglalkozni, Csiki Anna kineziológus, párkapcsolati kócs a vendégem. Milyen érdekes, hogy honnan, hová jutottunk. Több generációs együttélés és az elszeparálódás. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Hát ez egy nagyon jó téma, és azt gondolom, hogy megint aktuális, hiszen egyre többen azért választják mégiscsak ezt a megoldást, és ennek több oka is van. Lehet akár gazdasági oka, lehet akár a kölcsönös segítésen alapuló oka, és lehet szeretet alapú oka is, úgyhogy van azért erre példa, de valóban inkább a külön szeretik kezdeni a fiatalok az életet. De azért, hogyha most a nézők belegondolnak, hogy az ő családjukban volt-e olyan, hogy akik még úgy éltek, hogy szülők, akár dédszülő, és a szülők, biztos, hogy van ilyen mindenkinek a családjában ma még, én azt gondolom, még az én családomban is van. Milyen érdekes, hogy tényleg, ha lehet így mondani, egy kupacban éltünk. És hogy ezt hogy szerették az emberek. Nyilván okozott konfliktust is, erre is majd ki fogunk térni a műsor folyamán, de hogy az létezik anna, hogy ott mondjuk kialakult jobban ez az érzelmi kötődés? Mert azért nem csak az anyagiak miatt, hanem tényleg, ahogy mondtad, a szeretet miatt is éltek ennyien együtt annak idején, meg néha még azért manapság. Tehát, hogy ott jobban kialakult az a kötődés, az a családi kötődés? Egyrészt igen, másrészt, hogyha most belegondolunk abba, hogy régi fényképeket, ha megnézünk, ezt az egy kupacot, ahogy mondtad, hogy azért egy iskolapadban is, tehát hogy volt egy osztályról mondjuk egy fénykép, ilyen régi fénykép, olyan közel ülnek egymáshoz a gyerekek, vagy egy családi fényképen, ahol a generáció van, mindenki, hogy közelebb volt egymáshoz. Egy kicsit ez megváltozott, tehát ez az egy kupac, ez azért jellemző volt. Jellemző volt az is, hogy nem elszeparálva élték a fiatalok az életüket, hanem beleintegrálódtak egy nagyobb családba. Ez is maga a természetes folyásával ment. Ennek megint csak azt mondom, hogy volt egyrészt gazdasági oka, volt egy gazdaság például a falu közösségekben, és ott mindenki ugyanazon dolgozott, ugyanabban a gazdaságban dolgozott, ezért jöttek azok a szerepek, hogy jöttek a fiatalok, és beleálltak ebbe a munkába is akár. Tehát ez nem csak az életet osztották meg, hanem akár a munkát is. Ennek vannak szépségei, vannak nehézségei. Voltak régen is, meg most is, azt gondolom. Nyilván hozzám azok a történetek jutnak el, amikor probléma van ezzel. Hiszen ez több szereplős. Tehát itt mindenkinek egyet kell ebben érteni, hogy a fiatalok mondjuk ezt a megoldást választják. Ebben benne van benne vannak a szülők, benne vannak a fiatalok, de azt is figyelembe kell venni, hogy aki az én édesanyám, az a másiknak az anyósa, vagy az én édesapám a másiknak az apósa. Tehát, hogy ezeket a kapcsolódásokat is figyelembe kell ilyenkor venni, hogyha ezt a megoldást választja valaki, hogy összeköltözik a szülőkkel. De azért van rá példa most is. Milyen konfliktus források alakulhatnak ki itt, hogyha már a több generációs együttélésről beszélünk, mert nyilván, ahol több ember él egy helyen, ott azért a vita is több. Megint csak ott kezdeném, hogy érdemes akkor, amikor megegyezik a család abban, hogy így indulnak a fiatalok, akkor le kell tisztázni, le kell ülni, és nem majd ahogy alakul, hanem meg kell beszélni az, kinek mi a feladata, hogy osztjuk meg mondjuk a ház körüli teendőket, ki hogy áll hozzá a dolgokhoz. Tehát ezeket át kell beszélni. Nyilván vannak olyan szituációk, amire nem lehet előre felkészülni. Amivel én találkoztam, és szerintem alapszabály. Ugye, amikor azt mondja például a
az anyós, vagy az édesanya, akihez oda költöznek a fiatalok, hogy hát én ugyanúgy azt szeretlek, ahogy a saját gyerekemet. Elkészül az ebéd, anya főz, felszól, gyereke, kész az ebéd. Jönnek le a fiatalok ugye ebédelni, és mégiscsak egy zavart okoz, összenéznek, hogy aha, hogyha ő is az anyának a gyereke, mert gyerekek vagyunk, akkor mi testvérek vagyunk. És oda az intimitás. Igen, tehát ez akkor, érdekes. Akkor ez nagyon szép gesztus, hogy ugyanúgy szeretlek, mint a gyerekemet, vagy kislányomnak hívlak, vagy kisfiamnak hívlak. De ez a fiataloknál óriási zavart fog okozni a párkapcsolatban. Tehát, hogy ne így indítsuk el a dolgokat. Nekem ebben is volt részem, még nagyon fiatalon a házasságnak a kezdetén. Én már régóta önálló voltam, és a férjemnek az édesanyja minden reggel elkészítette nekem a kakaót, megkeverte, és még úgy örvény lett, amikor kimentem, és én ez bántott, hogy én el tudom készíteni a saját reggelimet. Kicsit tehát, elvette a függetlenségedet, igen, vagy igen. A nőiességedet, és úgy érezted? Újra gyereknek éreztem aha. magam. Tehát, hogy itt az idősebb szülőknek az a feladata, hogy nem gyereksorba tartjuk a fiatalokat, nem hagyjuk őket kibontakozni. Másik alapszabály, hogy mindenkinek legyen egy intim szférája. Tehát ez, amikor benyitogatunk, megyünk kéretlenül és szó nélkül, az óriási zavar megint, és ki nem mondott dolog, nem akarom megbántani anyát, apát, nem akarok szólni. Tehát a kommunikáció múlik. Igen, mert eddig benyitogattak mondjuk a szobámba, de most már azért nem, mert hiszen itt van a feleségem, a férjem, ez megint csak egy más felállás. Ezt is meg kell beszélni, hogy mikor, hol, mik a közösségi terek, mi az, amiket úgy osztunk meg, hogy oda vissza tudjon mindenki vonulni. Igen, mert olyankor azért nem feltétlen adott a magánszféra, hogyha lehet így mondani, amikor anyóssal, apóssal élünk, vagy adott esetben az anyával, apával, ott azért úgy hiányzik az a bensőséges hangulat. De ezt is meg lehet teremteni, csak ezt kérni kell, ezt jelezni kell, hogy most átléptetek egy határt, ki hogyan, ez vice versa, tehát ugyanígy a fiatalok is beléphetnek a szüleiknek az életébe kéretlenül, tehát hogy ez sem legyen. Nagyon fontos szerintem a segítségnyújtás, hiszen nagyon sokszor ez egy segítség, egy óriási segítség a fiatalok életében. Hogy el tudnak tenni félre pénzt például, meg tudják oldani az életüket úgy, hogy van egy háttértámogatás. Ha átmenetileg választják, de van, aki például úgy rendezkednek be, úgy teremti meg az életet, hogy a házat úgy meg tudják osztani, hogy akkor ez hosszú távú berendezkedés. Az egymás segítése, tehát az nem arról szól, hogy akkor a szülők úgy segítik a gyerekeket, hogy mindenben ki vannak szolgálva, minden alájuk van tolva, ha már gyerekek születtek, akkor papa, mama vigyáz a gyerekekre, mi meg megyünk, éljük az életünket. Ez egy kölcsönös dolog, ez visszafele is kell, hogy működjön. De mondom azt, hogy visszafele is ugyanez, hogy nem arról szól ez az együttélés, hogy akkor a gyerekek mindenben segítik a szülőket, viszik őket jobbra-balra, ugye orvoshoz bevásárolni, és akkor nem kapnak visszafele semmit. Tehát, hogy itt is nagyon fontos az, hogy ez egy kölcsönös legyen. Nagyon fontos a kommunikáció, ki kell mondani a dolgokat. Nincs ilyen, hogy megbántom a másikat. Nagyon szépen, tiszteletteljesen, érthetően kell közölni, mert ilyenkor a határokat nagyon könnyű megsérteni. Ezeket mindig meg kell beszélni. Nagyon érdekes, amit mondtál, kettő nagyon fontos dolog is volt most, ugye elmondtad a kölcsönösségről való véleményedet, és a segítségnyújtásról, ezeket mind én is felírtam magamnak. Milyen fontos, hogy amikor már jön a baba, vagy akár több gyermek van a szülőknél, és a nagymamával együtt élnek, együtt, egy házban, egy családként, hogy milyen fontos a segítségnyújtás. Azoknak a pároknak, akik mondjuk külön élnek, vagy akiknek már nem élnek a szüleik, nagyszülők, azért nincs olyan nagy segítségük. Ilyen esetben nagyon-nagyon pozitív tud lenni, amikor egy kupacban élünk, egy házban, egy közösségben. És hát ott van az a tapasztalat, amit ugye a szüleink már megjártak, és ez a tapasztalatnak az átadása is jó, ad egy biztonságot arra nézve, hogy váratlan helyzetekben ők fogják tudni, hogy éppen mi a teendő. Tehát az ad egy jó érzést mondjuk. Mikor születik egy baba, akár több is oda születhet a szülői házba, el se tudják képzelni azok, akiknek nincs meg ez a segítségnyújtás, hogy milyen fontos, hogy nem babysitter van, hogy elmehet a fiatal nő, visszaállhat például a munkába, és tudja, hogy számíthat arra, hogy a gyermek egy szerető közegben van. Gyerekek szempontjából a több generációs együttélés, ez egy nagyon jó dolog. Tehát nincs olyan kliensem, aki egy ilyen közegből jön, és ne azt mesélni, hogy milyen jó volt, ott volt mindig a mami, a papi, volt mindig meleg étel, ott volt ez a szeretett közeg. Tehát ez nagyon fontos volt a gyerekeknek az életébe. Ők inkább élik meg ezeknek a pozitívumait. Amikor
ez nem ilyen harmonikusan működik, mert olyan jó lenne, hogyha ez így működne. De nem mindig van így, tehát én elég sok ilyen tapasztalatot hallok, amikor betelik a pohár, és mondjuk mennek a fiatalok, akkor ott pontosan ezeket a szabályokat, az együttélésnek ezeket a szabályait nem tudják betartani. És ugye ehhez sok ember kell, tehát ott kell, hogy legyenek a gyerekek, a szülők, a fiatalok, és ha mindegyiknél egyetértés van, akkor jól működik. De ha csak egy nem így gondolja, akkor borul a történet. Nagyon sokan szeretünk most már elszaparálódva élni a szülőktől, ahogy most az utolsó mondatod is volt, hogy megyünk a szülőktől, vagy az anyós apóstól. Miért vágyunk ma már jobban erre a függetlenségre? Hogyan alakulhatott ez így ki, hogy ezek a szerepek osztódtak le, hogy a nő és a férfi is szeret inkább független lenni a szülőktől? Hogy látod? Hát amikor a szülők mondjuk jönnek a jó tanácsaikkal, az élettapasztalataikkal, akkor nagyon sokszor a fiatalok, hogy beleszólnak az életünkbe. Gyereknevelésben nem értünk egyet, ugye, amit szeretnének a szülők, vannak a maguk is elhatározása. Nagy szülők ilyenkor már másképp, ugye engedékenyebbek egyébként is, vagy más elvekkel nevelik a gyerekeket. Akkor ott is lehetnek megint csak ilyen félreértések, konfliktus források. Nincsenek kibeszélve ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy amikor nincs ez így kommunikálva, nem mondják el a sérelmeiket, akkor el tud odáig fajolni. Hogy azt gondolják a fiatalok, hogy hát az idősek beleszólnak az életünkbe, és ezért megyünk. Pedig az érdemes lenne esetleg meghallgatni. De van olyan is, amikor tényleg beleszólnak az életükbe. Az a nagy rákfenéje a dolognak, amikor mondjuk külön mennek a fiatalok, és kap a mama egy kulcsot, vagy a papa kap egy kulcsot, és folytatódik az egész tovább. Ilyennel is találkoztam. És végre azt mondta a fiatalasszony, hogy most már ez a sajátom, már én itt magam csinálom, ez az én elképzeléseim szerint működik mondjuk a háztartás, zörög a kulcs a zárba, megérkezett mama, és ezt miért ide tetted, miért oda tetted. De ezek annyira alap dolgok, amiket, hogyha betartanának, akkor szerintem olyan szépen működhetne ez. Ezért van az, hogy mondjuk adott esetben az anyós és a menny között, hát talán ezt inkább csak az én meglátásom szerint mondom, hogy több a vita, mint mondjuk az após és a vej között. Tehát, hogy a nők azok azért talán mindig képesek arra, hogy jobban konfrontálódjanak, mint a férfi a férfival, hogy így keressük egymásban a hibákat, mint nő a nőben, vagy miért van ez, hogy azért legtöbb esetben talán az anyóssal nincs jobban a menny, nem a veja az apóssal. Hát mi nők teremtjük meg az otthonnak a légkörét, hogy mi legyen otthon, ugye az otthonnak a tűzhelye, azért még most is még mindig azt gondolom, hogy a nő tölti be ezt a szerepet, és ha itt nincs egyetértés, hogy ez hogy nézzen ki. Ugye a férfi hazamegy, ő belemegy ebbe a kézbe, amit a nő megteremtett, és ezen szokott menni általában a húzavona a két nő között, hogy akkor milyen legyen az otthon, milyen legyen a légkör, mit hova tegyünk, mit hogy csináljunk, mit hogy főzzünk, és igen, mi nők egy kicsit aprólékosabbak vagyunk, ezért sokkal hamarabb jönnek ezek az összezőrenések. A férfiak nagyvonalúbbak, nekik egy-két dolog úgy mondom, hogy mindegy, amikor hazamennek, és ők nem fognak ezeken összeveszni. Sokkal nagyobb dolgokba gondolkodnak, meg az apró dolgokon összetudunk akár zörrenni. Tehát legtöbb esetben igazság szerint úgy veszem ki a szavaidból, hogy a kommunikáció nem mindegy, mert szoktuk hallani, hogy távolabb jobban tudunk szeretni, távolabbról jobban tudunk szeretni, vagy jobban kijövünk egymással, pedig itt is lehet, hogy csak a kommunikáció lenne a lényeg. Az élet minden területén én azt látom, hogy a kommunikáció a legnagyobb hiányosságunk, hogy jól kommunikáljunk, tisztelettudóan, intelligensen, szeretettel. Ha ez a kommunikáció megvan, akkor én azt gondolom, hogy egy csomó dolgot meg lehet oldani. Ha nem, akkor én is azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy rá fog menni a kapcsolatotok, hogyha ebbe tovább is maradtok, akkor azt szoktam tanácsolni, hogy érdemes keresni a kifele utat. Én azt a tiszteletet, amit az előbb elmondtál, minden párnak kívánom, és minden családnak. Én bízom benne, hogy minél többekhez költözik be az alázat és a tisztelet, a szeretet, amiről ma beszéltünk. Köszönöm, hogy itt voltál, Anna, várunk vissza téged. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Van, amiből sosem elég. Ilyen a női táskában fellelhető még kisebb táska, tatyi vagy szütyő. A következő percekben kollekciónk egy újabb darabját szakavatott segítséggel készíthetjük el.
Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Bodáné Fenyves Zsuzsa vagyok, a Fehérvári Kéznősek Egyesületének vagyok 10 éve tagja, és itt az Egyesületben az asszonyoknak én vezetem az asszonyműhely foglalkozást. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon sok érdekes dologgal megismerkedünk, tanulunk egymástól is, és ezen a mai alkalommal szeretnélek benneteket megismerkedni egy neszeszer varrásával. Ehhez a mai kis tárolókához szükségünk van egy 20x25-ös vászonanyagra, akkor sok-sok filc darabra. Hát először is megtervezzük, hogy mit szeretnénk varni. Én most egy egyszerű kis kerek motívumot varrok ennek a neszeszernek az elejére. Valami kerek dolgot, gombot, vagy üvegnek a tetejét, ugye az ember megrajzolja ezeket a kis apróságokat. Én már itt megrajzoltam a szárát, ezt a szárát száröltéssel vartam fel. Most még már ugye kettőt elkészítettem, meg kettő kis virágot, meg egy levelet fölvartam, most ezt a harmadik szárát még felvarrom. Nagyon sokféle hímzőfonalat lehet kapni. Én készítettem ide többet is, most a szárát azt vastagabbal varrom. Készen is vagyok a szárával, és akkor most ugye megpróbálok egy harmadik virágot is rátenni erre az elejére, és nem mindegyiket vartam meg egyformán, mert például a virágoknak a közepét díszítettem másik öltéssel is, és ez a közép, ez például pelenka öltéssel van rávarva. Elkészültem a harmadik kis virággal is, és akkor ugyanúgy ezzel a tollal kerestem egy ilyen szép tompa zöld filcanyagot, ugye a levélkét is megrajzoltam papírból, úgy gondoltam, hogy ezt ide teszem a másik oldalra. Szükség van még nekem itt egy olyan bélésanyag vagy frízre, amitől egy picit, ugye a neszeszernek lesz egy pici kis tartása. Ezt mindig egy picit nagyobbra szabom, és utána majd kiigazítom, mert a hímzésnél általában egy picit vagy összehúzza, vagy félre csúszik, úgyhogy akkor ezt most félreteszem. És ugye elkészítettem hozzá még a bélést, amit általában ugyanakkorára szabok ki. Elkészítettem hozzá a cipzárat. Na most a hátuljáról még annyit szeretnék, hogy a hátulját is általában letűzzük. Na most a vékonyabb cérnánál, mert ezt vékonyabban tűztem meg, nem hozta fel ezt az anyagot. És akkor megint elővettem ezt az eltűnős tollamat, és ezeket a csíkokat úgy rajzoltam bele, hogy fogtam a vonalzót, és megrajzoltam a középső csíkot, meghúztam, és akkor az ember eldönti, hogy milyen széles csíkokat szeretnék. Fontos, hogy amikor elkezditek ezt tűzni, akkor azért rögzíteni kell az anyagnak a négy sarkát, vagy általában, hogyha valakit zavar a gombos tű, akkor körbe is lehet ezt fércelni, hogy ez a frízanyag ez ne csusszon el. És egyszerűen fogom itt a szélénél, elindulok, és akkor szépen így lefel öltögetve, körülbelül egyformán, itt szépen összetűzöm ezt a frízt a hátulja anyagával. Thank you.
készen vagyunk, kész a háta is. Itt van a két bélésünk. Na most a cipzárral, én nagyon szeretek mindig sokkal, hát sokkal nagyobb cipzárt készíteni, előkészíteni, hozzákeresni, mint ami a neszeszernek például a szája. Azért, mert ezen a cipzáron vannak ezek a fém részek, és ha ez összetalálkozik a varrógépen, hát akkor az biztos, hogy baj. Ugye eltörik az embernek a tűr. Itt az egyik felét én már le is vágtam, sőt, meg is erősítettem cérnával, levágtam, és készítettem ide kettő darab 4x4-es kis négyzetet a bélésnek az anyagából. Kettő kis 4x4-es. Úgy, és akkor bevasaltam, meghajtottam egyszer, és a két szélét megint bevasaltam, és meghajtom, és akkor ezt ügyesen ide ráteszem, és eltünteti a cipzárnak ezt a összevarrott kis részét, és akkor majd ezt varrógéppel ide rávarjuk. Na most úgy csináljuk, hogy a neszeszerhez hozzáigazítjuk, és megnézzük az egyik oldalát, ezt körülbelül 1 centivel beljebb fogom varni azért, hogy itt, ha varrásszélesség van, akkor véletlenül sem menjek rá erre a részre. Na most ezt pedig hozzáigazítom, ezt még nem vágtam le, és ezt le fogom vágni úgy, hogyha én ezt a pici 4x4-es centis kis darabkát rávarrom, akkor az nekem pontot jó legyen. Levágjuk ezeket a felesleges részeket a másik oldalon is. Úgy. És akkor most az a trükkje a dolognak, hogy ugye rátesszük a színére az anyagnak a cipzárt, méghozzá úgy, hogy lefele legyen. És egy kicsit itt beigazítjuk, lecserélem a talpat. Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon. És tulajdonképpen ezt a két kis véget azért vartuk ide rá, hogy ne varjuk végig a cipzárt, mert akkor olyan szépen nem tudjuk kinyomni a csücskét ennek a kis cipzár résznek. Tulajdonképpen meg is vagyunk. Most még annyit, milyen érdekes, milyen szépen rátapad erre a bélésre. Most összehúzzuk a cipzár részt, ugye itt már megvan az eleje, és akkor csinálunk egy szép díszítő öltést így végig a cipzár mellett. Már meg is van, benn van a cipzár, most fogjuk a nagyollót, és picit megkozmetikázzuk a dolgot, kicsit kiegyenesítjük. Most összeigazítottuk a részeket, és most következik a csavar a dologba, hogy ugye ebből neszeszer legyen. Most szépen úgy csináljuk, hogy ezt a színe részét erre igazítjuk, jobbra, a másikat balra, és most ugye középen van a cipzár, itt ezt megtűzzük, hogy ez a
része a színénél, ez biztosan egymással találkozzon. Ugye ezt megtűzzük, mert ezt raktuk ebbe az irányba. És a cipzárt mindig megpróbáljuk egy picit a bélés fele igazítani. Nagyon fontos, hogy a cipzárt egy félig húzzuk le, mert hogyha mi ezt most körbevarjuk, akkor jó, meg fog bennünket csalni, mert nem fogunk tudni ide bejutni, hogyha elfelejtjük. Most úgy kezdem el a varrást, hogy itt a bélés részénél fogok hagyni kifordító nyílást, és akkor innen indulok, megyek szépen körbe, és ide jutok, és ezen a pici lyukon ki fogom tudni fordítani a neszit. Kiszedem a gombos tűket, megnézem, hogy mindenhol megvartam-e. Megkeressük, és akkor szépen kifordítjuk. Most ezt a csücskét itt szépen, ugye, amit itt kikerültünk, amit odavartunk a cipzár széléhez, ezt így kinyomjuk. Ugye még dísze is lesz itt ennek a cipzáros dolognak, és akkor utána majd bevarjuk a kifordító nyílást is. A cipzárra lehet valami egyszerű kis húzót varni, cérnával csavar az ember rá egy pici ilyen spirálost, és akkor ennek a stílusában hasonló kis cipzárhúzót rak rá, és nagyon-nagyon szép lesz. Ezt szerettem volna megmutatni, és nagyon kellemes időtöltést és kellemes szórakozást kívánunk, hogyha kedvet kaptatok hozzá, és ehhez hasonló dolgokat szeretnétek elkészíteni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok és megnéztétek. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, egy hét múlva is számítunk figyelmükre, viszontlátásra!